Sziasztok! Üdvözöllek titeket itt a Vlogmasban! El sem tudom hinni, hogy Vlogmas van. El sem tudom hinni, hogy vlogolok a Vlogmas alatt. El sem tudom hinni, hogy Vlogmas csinálok. Egy kicsi magyarázat, most ez még nem december, ami ma történik, viszont én úgy fogok posztolni, hogy mindig egy nappal előbb kell kiraknom, ugye az időeltolódás miatt. Ezt már tudjátok, hogyha láttátok a Vlogmasomat 3 évvel ezelőtt, ez akkor is így volt. Mindig egy nappal előbb rakom ki, azért, mert az Magyarországon már másnap, tehát, hogy nekem november 30 van, akkor nektek december 1, szóval november 30-án posztolok. A lényeg az az, hogy november 30-án én éppen a repülőgépen fogok repülni ide-vissza Los Angelesbe, Mexikóból, ezért most ezt előre fölveszem, és ez lesz a Vlogmasnak az első napja, de igazából még csak november 21-e van. Mert nem lesz időm másképp megcsinálni, úgyhogy icipicit összevágjuk így a dolgokat, hogy legyen mit felraknom december 1-ig, de úgy lesz ez az egész nap ma, ami Vlogmas 1, hogy igazi karácsonyi hangulatban, vagyis hálaadási hangulatban. A mai nap az egy kedd, és most hálaadás előtt vagyunk, nálunk a hálaadás az csütörtök, ma kedd van, és ma csinálunk egy ilyen, ugye a hálaadás az Thanksgiving, csinálunk egy ilyen Girls Giving-et, mert a barátnőimmel együtt összejövünk, és csinálunk egy ilyen kis baráti hálaadási estét a csajokkal itt nálam, az én lakásomban, és dolgozni is fogok, úgyhogy viszlek magammal oda is titeket, van egy pár házmutatásom, viszem magammal a telefonomat, hogy fel tudjam venni nektek, meg tudjam mutatni, hogy milyen házakat nézünk ma, és utána hazajövünk és főzünk. A Girls Giving, ez a csajos hálaadás, ez úgy lesz megcsinálva, hogy jön a Lara, az Eszmik és az Adisza, és ugye nyilvánvalóan én itt nálam, és mindenki hoz magával valamit, amit főzött otthon, én is fogok főzni, és mindegyik ilyen kis csipegetős dolog lesz. Nem lesz ilyen nagy, egybe turkey, ilyen pulyka, meg mit tudom én, hanem ilyen nagyon laza, ilyen... Nem ilyen formális lesz az egész. Én fogok csinálni kimchi rice-t, ami ilyen kimchi fried rice, ami ilyen koreai dolog. Ezen kívül fogok csinálni krumplit, azt láthatjátok az előző videóimban egyszer, hogy csináltam ilyen kilapított krumplit, és ez ilyen kis előételes dolog lesz, úgyhogy mindenki fog hozni egy kicsi dolgokat, ide kirakjuk a konyhába, és mindenki eszik belőle egy kicsit, amit csak akar. Ezen kívül lehet a barátom is ide fog jönni egy kicsit, úgyhogy nagyon jó napunk lesz ma. Képzeljétek el, hogy 28 fok van ma. Általában Los Angelesben azért novemberben már lemegy ilyen 20 fok köré napközben, este 10 fok alá, de ma valamilyen nagyon meleg van, úgyhogy megmutatom, hogy miben vagyok. Egy ilyen fekete csip fölsőbb vagyok, és alá fölvettem egy ilyen fekete badit, és egy ilyen bőr rövid nadrágba, viszont hozzá felhúzok csizmát. Nagyon örülök, hogy itt vagytok, és nagyon remélem, hogy sikerülni fog ez a Vlogmas idén. Tudjátok, hogy egyszer végig csináltam 3 évvel ezelőtt, 2 évvel ezelőtt elkezdtem, viszont akkor történt valami, ami miatt abba hagytam, és tavaly pedig nem voltam olyan mentális szinten, hogy így csináljam, mert ugye akkor költöztem ki előtte, ez teljesen új dolog volt nekem, úgyhogy viszont most úgy érzem, hogy mentálisan, fizikailag és minden szinten össze vagyok rakva olyan szinten, hogy meg tudom ezt csinálni, de ha esetleg nem, akkor pedig úgy sem, hogy 3 napot csinálok, és akkor posztolom, vagy majd meglátjuk, hogy alakul, de a jelenlegi terv az, hogy minden nap posztolni fogok, úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok velem, és üdvözöllek titeket a 2023-as Vlogmasban! Today we are playing the devil and the angel. We match? No, we're actually playing the devil and the boy. Can you push yourself up? It's on the yeah, side. Yeah, because I look funny. Yeah, and then this you can also like. Oh, but my outfit looks cute. Like so you see the whole cute thing. Because I have cute shoes. I love it. So where are we going? Do you have the list? I have the list. I'm so sorry I didn't do it. It's okay. Lara broke up with me in my dreams. I'm scared. And in the morning, I told her I need a break. I know. And then she's like, oh, I need a break. And I'm like, from me. But it's actually from work. Okay, 14:24. And we have girls' Thanksgiving today. And I'm vlogging the whole thing. Itt vagyunk az első háznál. Ez itt az udvar. Ott van Lara. Lara. She's so beautiful today. Always. Cool, look at this. Then nobody can. Ooh, that's really cool. The nice thing is that it's really, really private. I love these. This is really nice. What is it? Look how big the walk-in closet is. Let's see. Could you fit your stuff here? This is big, no? Yeah, this is big. That's a good size. But like,
This is so useless on top. Like, I could put my shoes, shoe boxes, you know? Yeah, like, you use it for storage. Yeah. I know, it's like a hotel room. This is so beautiful. This is nice. Oh, look at the shower, how big it is. Yeah, that's really nice. It's kind of like Joshua Tree. That you guys had the... We were gonna do it, but we didn't do it. But it's nice. But it's really nice. And I love the bamboos. És most pedig itt vagyunk a Dugóban, a Sunset Plaza-n, és megyünk a Mántoli buszra, ami arra fele van. She's bored. It's on the right, after the stop sign. Like, look in there, kind of is like you're in Italy or something. I know, right? It's because of the house. Like, I know, it's cute. Love this one. And it's just in the market. Yeah, this is really cute. I don't know if you would like to do this store. I mean, she would just go to the agent. It does. She's so cute. It's kind of one of my favorite houses. Right? Yeah, it has a good energy. It does. It's beautiful. Any privacy. No, you have a sliding door. Oh, this one, oh, that's a suite. Yeah, and they all have sliding doors. Okay. I feel like. Oh, sorry? $29.49. Okay. So, most végeztünk az összes házmutatással, és most úgy döntöttük, hogy elmegyünk ebédelni, sushizni, és itt van egy hely, ahol nagyon szeretik a sushit, úgyhogy most oda fogunk menni, és a barátom is oda jön, úgyhogy minden ilyen együtt fogunk ebédelni. Are you excited for the sushi? Lara is sick. I'm just getting car sick. I would say pregnant. You know, she's not. You wish. I wish. No, I don't wish. Maybe in 3 years I wish. Yeah. Szóval itt van az ebédünk, ez az enyém, ebben van lazac és tonhal, ez a barátomé, ebben csak lazac van, lazac. Ez pedig a larály, ami ugyanolyan, mint az enyém. I got the same thing. You got the same thing, I love it. It's the best. The best. Where are we going, Lara? Going to shoots. Szóval most éppen elmegyünk egy boltba, egy cipőboltba, ami a Lara kedvence. És éppen Black Friday van, úgyhogy megyünk vásárolni, mert kell nekünk új cipő, nyilvánvalóan, mert sohasem elég. Sorry. Egy cipő sem. Na, Lara nagyon boldog. I love it. It's very cute. Yeah, I can hold you. Well, you know, That's a really good price. So, itt vagyunk most a Sephora-ba, mert Black Friday van itt is, és éppen Lara spirált próbál. You know how to say mascara in Hungarian? No, how do you say it? Spirál. Spirál? Spirál. 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 Which you recommended. Yes. And also the Bobbi Brown eyeshadow. És én pedig... You got a lot more stuff. But I got the same mascara, but in like a package because I'm Why getting. Why yours is a package? Because mine is not waterproof. I feel stupid. But you want the waterproof? I got a setting spray. Yeah. And I got this mini version of my cleanser. Hazaértem, és most mindent felraktam, így meg elrendeztem így a szobába, úgyhogy azt vagy a lakásba. Úgyhogy most azt fogom csinálni, hogy bekapcsolom a porszívót, pedig nekiállok főzni, mert jönnek a lányok. Beugrottam a Sephora-ba. Egy perc, muszáj innom. Megmutatom, miket vettem. Vettem egy, ez egy ilyen szempilla spirál, ez a Lancome-től van, és én ezt használom, most is ez van a szememen, és azt szeretem benne, hogy nagyon természetes a hatása. És ebből egy ilyen duót kaptam, itt van maga a szempilla spirál, hihetetlenül szeretem, tehát tényleg annyira nagyon imádom, hogy ilyen
a kefél, tehát nem túl nagy, és nagyon szeretem, hogy egyáltalán nem mosódik el. Egész nap, hogyha hordom, semmi nem látszik, néztek meg, most is rajtam van, és egyáltalán nem mosódott el. És ezen kívül ez egy ilyen szérum, azt hiszem, nem tudom, hogy ez pontosan mi, de ez egy ilyen csomagban volt együtt, és ugyanannyiba került, mint hogyha ezt megveszem egyedül. Ez egy primer, szóval ezt rárakod, hogyha azt akarod, hogy még hosszabb legyen a szempillád, akkor ezt alá tudod még rakni, és ez egy ilyen fehér, megszárad, és akkor a tetejére tudod rárakni a rendes szempillaspirált. Minden napokban csak ez simán, de hogyha esetleg mondjuk valami alkalommal, akkor a kettő együtt szerintem nagyon jó. Ezen kívül én használom ezt a Fresh márkától, ezt a szója arclemosót. Nagyon jó érzékeny bőrre, nagyon jó, hogyha esetleg pattanásos a bőröd. És én ezt úgy szeretem csinálni, hogy lemosom az arcomat. Először lemosom a sminkemet, utána átmosom az arcomat, és ezt pedig harmadikként mosom át, és a kicsit akartam belőle venni, nekem megvan ez a nagy, viszont a kicsit azért akartam megvenni, mert most utazni fogok Mexikóba, utazni fogok Magyarországra, és ezt mindig csak fel tudom tölteni a nagyból, és akkor ezt tudom vinni magammal, mert ez tökéletes méretű, és ajándék, egy kis ajándékdobozzal jött, és kaptam még egy, ha kijön belőle, itt is van, egy hidratáló krémet az arcomra, ami egy rózsa alapú, tehát ez szója alapú, ez pedig rózsa alapú hidratáló krém. Nagyon jó illata van. Oké, well, ez is egy ilyen kisebb kiszerelés, úgyhogy ez tökéletes lesz ez is, hogyha utazni megyek. Amiről mindenki beszél, és mindenki azt mondja, hogy milyen jó, és gondoltam, miért ne próbáljam ki. Ez a Charlotte Tilbury-től van, ez az Airbrush Flawless Setting Spray. Na én ezt életemben nem használtam, nem használok általában a setting sprayt, nagyon régen használtam a MAC-et, de semmi értelmét nem láttam, úgyhogy most ezt ki fogjuk próbálni, hogy milyen. És meglátjuk, hogy jó a bőrömnek. Azt olvastam, hogy az egész arcodat jól be kell vele vonni, és így megszárítgatni, és állítólag olyan lesz, mintha nem lenne rajtad alapozó. Hát meglátjuk, hogy milyen. De gondoltam, hogy kipróbálom. Közben Walter dolgozik, ez a hang a háttérben, és éppen fagyasztom ki a garnélarákot. A rizs nagyon egyszerűen egy ilyen rizs kifőző kis készülőkben fogom elkészíteni, és sushi rizs fogok használni. Nem akármilyen rizs, mert hogyha perzsal is használok, vagy sima barna rizs, vagy fehér rizs, vagy akármilyen rizs, teljesen más lesz, úgyhogy mindenképpen sushi rizs kell, mert az ragadós és tapadós, úgyhogy ez sokkal jobb lesz. Általában, hogyha csak kettő emberre csinálom, akkor ilyen fél és háromnegyed kap mennyiségű rizs szoktam megcsinálni, de mivel ma leszünk, vagy hányan leszünk? Négyen, hatan, mert lehet, hogy még mások is beugranak, ezért úgy gondoltam, hogy kettő kappal fogom csinálni. Nyilván nem ez lesz a fő étel, de jobb, hát hogyha több van. Kettő kap az 500 milli, szóval 5 deka. De lehet, hogy csak másfelet fogok, mert lehet, hogy az 5 az túl sok. Fél úgy kell csinálni, hogy át kell mosni. Úgyhogy én ebbe bele fogok rakni vizet, jól átmosom. És a másfél kap rizshez pedig hozzáadtam 3 kap vizet, ami azt jelenti, hogy a duplája. És most bekapcsolom, és ennek most kell nagyjából egy jó, hát ilyen 20 perc, hogy megfőjön. És ameddig a rizs föl, addig előkészítjük a zöldségeket, összevágjuk, előkészítünk mindent, hogy amikor a rizs megfő, akkor csak hozzá kelljen adni. Walter mindig akkor jön ide, amikor nem kéne, és éppen próbálok vlogolni, úgyhogy alig várom, hogy elmenjen, de úgy látom, hogy éppen ez a kedvenc helyei. A lényeg az az, hogy meg akartam mutatni nektek, hogy felraktam főni a krumplit is, ez 2 csomag krumpli. Általában magunknak csak egy vagy fél csomagból szoktam, de mivel többen leszünk, ezért 2 csomagot használok. Ez megfő, és utána pedig mutatom a többit. Bemostam a zöldhagymákat, úgyhogy most fel fogom őket szépen vágni, ilyen kis, én amennyire kicsire csak tudom. A fehér részét, azt bele fogom használni a fried rice-ba, a zöldjét pedig a végén fogom belekeverni, amikor már az egész kész van a tetejére, és egy részét pedig majd a krumplinak a tetejére. Szóval most már mindjárt készen vagyok a zöldhagymának a felvágás, utána áttérek a sima hagymának a felvágására. Közben elkészült a garnélarák, azt csak lepirítottam olívaolajba, egy kicsi fokhagymasóval, és megfőtt a krumpli is, úgyhogy a krumplit most annyit fogok vele csinálni, hogy szépen kilapítom, beolajozom, kilapítom, és megy a sütőbe. Most pedig a krumplit fogom beolajozni olívaolajjal, és hozzá fogok rakni fokhagymasót és a rendes fokhagymát is, és utána elkezdem szépen kilapítani őket a sütőpapíron. Thank you.
készen is vagyunk a vacsorával, itt van eszmék. És most pedig kirakunk mindent, ami itt van, mindjárt megmutatom, és megjön a Lara, jön ez a dísza, és akkor megmutatunk az egész mindent, ami itt van. Eszmék hozott örmény kaját, én megcsináltam, én csináltam, úgyhogy... Well, Lisa is here, and we have all the food, van gyümölcs, Lara, I need you to try it so good. Thank you! Like, I'm serious, I'm obsessed with this. It's the kimchi rice, not the school. Yes, it's sushi rice, you know? Would I find, like, a recipe on TikTok? I have it on my TikTok, what the fuck? You check my TikTok! Champagne? Wait, it's so cute. I mean, when you get the hats on Amazon, like, it's so cute. So azt akarják, hogy tanítsam őket, hogy hogyan kell főzni. So we're gonna do a cooking method. Okay, when? Oh, it is? When you're back. You can see next month. On the weekend. Perfect. Or after work. Yeah. It's nice. It's good. We're gonna order from Amazon these like, cooking. Oh my god, I'm gonna be so cute. And aprons too. Aprons? Like naked ones, you know? With boobs. Yes. I love it. And every food practice kitchen. Yes. Most már nagyon késő van, éjfél, úgyhogy én most befejezem ezt a vlogot. Örülök, hogy itt voltatok ma velem ebben az első vlogmászban, ebben a vlogmász első napjában. Nagyon fáradt vagyok, most mindent elmentek innen, és én mindent kitakarítottam, letörölgettem, elpakoltam, elindítottam a mosogatógépet, és ahogy említettem, már később van, mint éjfél, aztán fél egy, úgyhogy itt azért lefeküdjek, mert holnap dolgozok, és sok minden van holnap, úgyhogy megköszönöm tőletek, tényleg köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok, és hogy támogattok ebbe az idei vlogmászba, és találkozunk holnap. Sziasztok!